Cinege László pedig a Jobbik választási eredményváró helyszínén hallott információkat, amelyeket most megoszt velünk. Szervusz! Jó estét kívánok, szervusz! Nem sokkal ezelőtt érkezett meg a párt elnöksége ide a kongresszusi központ eredményváró termébe. Vona Gábor várhatóan majd csak 11 óra után a hivatalos adatok megérkezése után tart sajtótájékoztatót. Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője, azonban nem sokkal ezelőtt annyit mondott nekünk az eddig kiszivárgott adatokkal kapcsolatban. Ugye a mandiner.hu-n jelent meg, hogy a Jobbik a második helyen végzett, vagy legalábbis a jelenlegi állás szerint 15% feletti eredménnyel. Szóval a szóvivő azt mondta, hogy nem akarnak előre elbizakodottan nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, de hogyha valóban marad ez az eredmény, akkor nem is a mandátum a fontos, a mandátumok száma, hanem az, hogy beérett az elmúlt 4-5 év munkája a párton belül, és valóban ők lehetnek azok, akik 2018-ban a Fidesz-KDNP kormány kihívójaként alternatívája lehet a választásoknak. A Balczó Zoltán kicsit korábban annyit mondott, hogyha az euroszkeptikus pártok nagyobb teret nyernek most a választások alatt, akkor igazából az dőlhet el, illetve kaphat hangsúlyt az Európai Unióban, hogy átalakíthatják majd az Európai Unió rendszerét. Egyelőre ennyi hivatalos tájékoztatás, tehát a hivatalos végeredmények ismertetése után lesz. Természetesen a részletekről akkor is beszámolunk majd a Szó a stúdiójában.